Javuló ellátás, növelnék a dolgozói létszámot a megyei kórházban, milliárdos fejlesztéseket terveznek. Kéményseprők köszöntötték, de nem csak a szerencsében bízik az idei évben Nyíregyháza polgármestere. Folytatják a beruházásokat, a turisztikai szektort erősítenék beruházásokkal Tiszalökön. Kiemelten fontos a humán erőforrás erősítése 2023-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház és egyetemi oktatókórház számára. Azt szeretnék elérni, hogy több orvos és több ápoló dolgozzon az intézményeikben, így növelve az ellátás színvonalát. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A megyei kórház az elmúlt évben több mint 8 milliárd forint értékben valósított meg fejlesztéseket három telephelyén. A megyeszékhelyen jó ütemben halad a nővérszálló építése, a következő év legfontosabb fejlesztése pedig a sebészeti tömbfelújítása lehet. A koronavírusos betegek ellátása érdekében 2020-ban és 2021-ben több ezer ember átcsoportosítására volt szükség az integrált megyei kórházban. Bár az oltások még 2022-ben is folyamatosak voltak, és a Józsa András Oktató Kórházban továbbra is működik még egy általános COVID részleg. A korábban bezárt és átalakított osztályok nagy részeit azonban az elmúlt nyártól visszaállították. Új feladatként jelentkezett azonban a kórház számára az Ukrajnából érkezett menekültek ellátása. Különböző gyűjtőpontokon kellett dolgoznunk, hogy az Ukrajnából menekülő embereknek adjuk az elsősegét, megtörténtek ezeken a gyűjtőpontokon a COVID szűrések is. Aztán az egész év folyamán fokozatosan láttuk el intézményünkben az ellátásra szoruló Ukrajnából érkező betegeket is. Ez is a jelen pillanatban is még zajlik, de hál' Istennek ez nem jelent óriási terhelést az intézményrendszerünkben. Utána ugye egy picit próbáltunk már visszaállni a normálihoz közeli menetrendre, ez olyan júniustól indult, amikor fokozatosan állítottuk vissza osztályainkat. És most azt tudom mondani, hogy néhány osztály kivételével, ide tartozik Nyíregyházán a sebészeti osztály érsekbészeti részlege, a kiemelt fokozatú Jósamet Hotel részlegünk, a nagykálói telephelyünkön, még néhány pszichiátriai részek, amit nem tudtunk visszaállítani, de alapvetően az osztályok nagy része, a járóbetegellátás nagy része visszaállt a normálihoz közeli működésre. A megyei kórház főigazgatója a fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, több mint 8 milliárd forint értékben sikerült beruházásokat megvalósítani a nyíregyházi, a Mátészalkai és a Fehérgyarmati telephelyeken. A megyeszékhelyen jelenleg a 118 férőhelyes nővérszálló építése a leglátványosabb fejlesztés, az új létesítményt várhatóan 2023 végén adják át. A korszerűsítéseket és az új eszközök beszerzését saját költségből, az országos kórházi főigazgatóság támogatásából és határon átnyúló programokból tudták finanszírozni. Új CT került beüzemelésre Nyíregyházán, Mátészalkán, a gyermekröntgenben egy teljesen új röntgenkészülőket üzemeltünk be, amivel szintén a betegeink, a lakosság találkozik, teljesen megújult a vízutca, ahol azért már sajnos nagyon régi elavult gépekkel dolgoztunk, úgyhogy lecseréltük egy teljesen új készülékre az átvilágító röntgenberendezést, és a tüdőgondozónak a szakrendei részén is mozzajlik egy teljesen új röntgenkészülék beszerelése, azaz az ideérkező betegek, a lakosság egy teljesen új szakmai színvonalat tudnak már látni, amennyiben szükségük van erre. Természetesen ezek mellett, a nagy beruházások mellett voltak szakmai programok. Fejlesztettük az onkológiát, a kardiológián is folyamatban egy fejlesztésünk. Ennek részeként egy nagyon komoly beruházás zajlott, mert egy új angiográfiás, új szívkatéteres asztal is kialakításra került, ami azt jelenti, most már nem egy szívkatéteres asztalon, hanem kettőn tudjuk fogadni az súlyos szívbetegségben, szívinfarktusban szenvedő betegeket. Szűcs Attila kiemelte, az intézmény vezetése számára a legfontosabb, hogy a telephelyek további integrálásával újabb szint emeljék az ellátás színvonalát. Lesznek változások az egészségügyi ellátórendszerbe, ezekre szükség is van. De alapvető célunk, hogy minden intézményünket megtartsunk, minden osztályunkat megtartsuk, de természetesen a legfontosabb, hogy ott és azt működtessük, amit megfelelő szakmai színvonalon és megfelelő humán erőforrással tudunk működtetni. Ennek a koncepciónak a keretén belül folyamatosan innovatívan gondolkozunk, folytatjuk, elmélyítjük a tagkórházak, az osztályok közötti együttműködést. Folytatjuk az integrációs folyamatokat. Ennek részeként a Fehérgyarmati és a Mátészalkai tagkórházunkba összevonásra került addig két
különálló osztályként működő anesteziológiai intenzív terápiás osztály, azaz ez lehetővé tette, hogy a humán erőforrást még racionálisabban mozgassuk, és mindig oda kell tegyük a humán erőforrásra, hogy a feladat, ahol a munka van. A főigazgató kiemelte, az elmúlt egy évben 27 rezidens orvos kezdte meg a munkát a kórházban, így sikerült előrelépni a humán erőforrás tekintetében. Ezen a területen ugyanakkor még rengeteg feladata van az intézménynek, a nyíregyházi telephelyen ugyanis 100 fölött van a betöltetlen állások száma. A 2023-as fejlesztéseket illetően kiemelten fontos a kórház sebészeti tömbjének felújítása, erre vonatkozóan a beadott pályázat pozitív elbírálását várja az intézmény. Jelentős segítség a nyíregyházi önkormányzat számára a kormány által biztosított csaknem 1,8 milliárd forintos támogatás. A pénzt elsősorban az intézményeik működtetésére fordítja majd a megyeszékhely, mondta Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere. A városvezetést a hagyományok szerint kéményseprők köszöntötték az év első munkanapján. A találkozó után a polgármester azt mondta, idén a közlekedés feltételeinek fejlesztésére, valamint az ipari park fejlesztésére koncentrál. Az év elejé állami támogatás nem csak segítség, hanem elismerés is. Ez egy nagyon nagy segítség, ugye az energiaköltségekhez való kormányzati támogatás jelent, amíg hát tudjuk, hogy mind a távhő, mind a gáz, mind a villanyáram tekintetében óriási emelkedés volt. Bár most már azért a tőzsde korrigál, tehát lejjebb mentek az árak, de hát ez akkor is a korábbiakhoz képest bődületes emelést jelent. Csak hogy mondjak egy példát, tavaly előtt még 20 forinton volt a közvilágítás kilovattóra, ez tavaly volt 41 forint, most pedig 143-ra kaptunk ajánlatot. Tehát ez érzékeltette a nagyságrendet, viszont a kormány azt is díjazta, azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon komoly takarékossági intézkedéseket tett, aminek meg is vannak az eredményei, tehát a tér után is mi meg akarjuk őrizni a pénzügyi kondíciónkat. Egyrészt a város önkormányzati rendszerének a működtetése, a kifogástalan színvonalas működtetése szempontjából, másrészt meg a fejlesztési programjaink miatt is erre nagy szükségünk lesz. Ugyan alig indult el az új év, már több mint 800 millió forintot elnyert Tiszalök önkormányzata az idei fejlesztésekre. 2022-ben számos új forrást is megcéloztak, jelenleg több mint 1 milliárd forint értékű pályázat várja az elbírálást. A tervek szerint a turisztikai fejlesztéseket is folytatják a Tisza holtágának rehabilitációjával és tanösvények kialakításával. Sorra érték a megpróbáltatások Tiszalök önkormányzatát is 2022-ben. A polgármester azonban úgy fogalmazott, nincs más választásuk, mint túlélni. A villany és gázár emelkedés miatt intézményeket vagy legalább épületrészeket kellett bezárniuk, a dolgozókat pedig átcsoportosították a hivatalba. Így közel 2,5 millió forintot tudnak havonta megspórolni. Ez hosszú távon azonban nem fenntartható, kérdéses, hogy mit hoz majd a jövő. Ez a válság az év utolsó harmadára nyomta rá a bélyegét, évközben azonban tudott fejleszteni az önkormányzat. Van olyan, amit már nagyon rég benyújtottunk és nagyon rég megnyertünk, viszont sok minden más miatt kivitelezés ebben az évben kezdődött el, és remélhetőleg be is fog fejeződni. Ez az ipari parknak az infrastruktúrális fejlesztése. Ugye itt kellett kérnünk ráemelést kétszer is. Még van egy nagyon pici tétel, amit várunk, de gyakorlatilag egy fogadó épület és parkolók kivételével, ez egy néhány 10 millió forintos tétel, közel 800 millió forintos beruházás már nagyon a végén van, gyakorlatilag ott, hogy a kiépített utak és közművek után már csak az útpatkát kell befejezni, és ha ez megvan, és lezártuk, akkor nagyon nagy várakozással vagyunk, hogy lesznek-e érdeklődők, de konkrét vásárlási szándékkal természetesen ezt szeretnénk, befektetőket várunk. Tavasszal átadták az óvoda bővítéseként a bölcsődei épületrészt, az engedélyeztetések miatt azonban csak szeptembertől tudtak beköltözni a gyerekek. Fontos volt a több mint 80 millió forintos útfejlesztés is a településen, így nem csak biztonságosság, komfortosabbá is vált a város élete. Az előző fejlesztési ciklusból maradt több mint 350 millió forint a belterületi csapadékvíz elvezetésre. Ennek az utolsó műszaki tartalomegyeztetései zajlanak, jövőre indul a közbeszerzés.
A fejlesztések mellett arra is volt lehetőség, hogy újabb támogatásra pályázzanak. A három benyújtott igénylésből mindhárom megkapta a pozitív elbírálást. Így hamarosan bővülhet az óvoda 210 millió forintból. 110 millióból energetikai fejlesztést hajthatnak majd végre a családsegítő központban és a már meglévő óvodában. A harmadik pályázat pedig az élhető település kialakítását segíti majd. Ez a sportcentrum és környezetének a teljes megújítása, ez egy félmilliárdos történet, ebből is jövőre lesz kivitelezés, és bent van még jó néhány pályázatunk, ami arra vár, hogy elbírálják. Izgalommal várjuk a belterületi utas pályázatunk, az egy közel 200 millió forint, két gyűjtőútnak a teljes felújítása van benne. Egy régebben teleprogram néven futott, de most nevezzük szociális városrehabilitációs programnak. Ennek van egy soft elemes része, ez egy 100 milliós, ugye itt képzések, szemléletformálás és stb. És egy infrastruktúra fejlesztés, ez itt is öröktős településen egy olyan területnek a hasznosítása, és a szegregátumból egy családnak a beköltöztetése, illetve a környezetének a teljes átalakítása, ami fontos. Ebbe a csomagba foglalkoztatási támogatás és zöldségtermesztéssel kapcsolatos fejlesztések is vannak, értéke körülbelül 200 millió forint. Tervben van az egészségügyi központ csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója, villamos hálózatának felújítása és eszközbeszerzés is 100 millió forintból, valamint 390 millió forintos támogatásból építenének egy jól felszerelt népkonyhát is, sőt a top turisztikát is folytatják. Elsőként csináltuk meg az előző ciklusból a fejlesztésünket, és ezt bővítjük tovább, egy kicsit hangsúlyozva ki, terjesztjük még a tiszalöki kenyérgyári holtágra a fejlesztésnek egy bizonyos részét. Szeretnénk csatlakozni a magának a holtág valamilyen szintű rehabilitációjához, tanösvény fejlesztéshez, illetve olyan típusú fejlesztés, ami a környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatos fejlesztések, meglévő lábasházaknak a funkcióval való ellátása. Minden évben cél, hogy ne csak a helyieket tartsa a településen az önkormányzat, hanem vonzóvá tegye mások számára is a várost. Ezt pedig elsősorban munkahelyteremtéssel lehet elérni, erre is szeretnének nagy hangsúlyt fektetni a jövőben. Felemás évet zárt tavaly a Mátészalkai Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház. A pandémia után végre ismét a találkozások színtere lehetett az intézmény, az év végén pedig az energiaválság miatt ismét be kellett zárniuk. Ennek ellenére az intézmény igazgató úgy véli, alkalmazkodni kell a helyzethez és folytatni a kulturális munkát. Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. A Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház a Mátészalkai járás kulturális életének meghatározó intézménye, amely amellett, hogy otthont ad a város különböző rendezvényeinek és közösségi programjainak, befogadó színházként is működik. Buzogány Béla azt mondta, az idei évben közel 10 000 látogatója volt a kulturális központnak, ami a pandémia előtti számokhoz képest jelentős visszaesés. 2019-ben a 17 000-es város színháza meghaladta a 110 000-es nézőszámot. Mivel az intézmény csatlakozott a Déri Né programhoz, és az önkormányzat is támogatja a helyi kulturális életet, számos előadást tudtak szinte ingyen bemutatni. Sok színházi előadás volt, mint említettem, a Déri Né programnak köszönhetően, de nem csak annak. Az önkormányzat fontosnak tartja és elfogadja azokat a szakmai tanácsokat, amikor azt mondjuk, hogy érdemes egy-egy ünnepbe befektetni. Ez nem feltétlenül szakmailag, illetve nem feltétlenül pénzügyileg, hanem kihegyezni oda az ünnepeket, hogy az emberek azt érezzék, erősen érezzék azt, hogy értük van. Tehát miért kellene fényes napokat, március 15-éket, költészet napját, kultúra napját, idősek napját, amiket sorolok, mind volt? Miért kellene nagy volumenben megrendezni, hogyha nem lenne igény, ha nem lenne fontos az embereknek?
A 2022-es év egyik nagy turisztikai attrakciója Mátészalkán a képes kávéház megnyitása volt, amely nagyban segíti a kulturális központ programjainak és az adminisztrációnak átszervezését, mivel a színházat a megemelkedett rezsijárak miatt be kellett zárni. Az igazgató azt mondta, az online produkcióknál sokkal hatékonyabb közösségteremtő ereje van a valós találkozásoknak. A kis közösségeket és a nagy közösségeket meg tudtuk mozdítani különböző kisebb, nagyobb rendezvényekkel. Én nagyon hiszek a kisebb rendezvényekben. Tehát nagyon hiszek az udvarias estékben például, ahol 200-300 ember tud találkozni. De hiszek a fényes napokban is, mert a fényes napokban is megtaláljuk azokat az összetartó erőket, a fényes felvonulás, a mécses tartó fiú életrekeltése, a Máté Szalka dal, ami kifejezetten csak Máté Szalkai. Ez a képes kávéház is kifejezetten Máté Szalkai. Vegyék birtokba ezt a gyönyörű épületet, hiszen ezt önöknek emeltetett. És persze ne feledjék, hogy Máté Szalka a világ közepe! Bár a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház előreláthatólag áprilisig zárva marad, Buzagány Béla színművész igazgató a jövőt illetően azt mondta, társulata egy musicalt és egy színész mindennapjairól szóló zenés előadást tervez bemutatni. Az igazgató úgy látja, hogy a képes kávéház, a templomok, a filmszínház, az iskolák és a szabadtér egyaránt helyszínül szolgálhatnak a jövőben az előadásoknak. Összességében én úgy vélem, hogy még hideg hónapokban is lehet szabadtéri rendezvényeket bonyolítani. Nem hosszúak kellenek itt, hanem hatékonyak. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy a mínusz 15 fokban is ki lehet menni fél órára, és kapni valami olyat, amit hazaviszek, és majd a duruzsoló kályhánál meg a családi asztalnál beszélünk róla. Buzogány Béla hozzátette, a megváltozott munkakörülmények ellenére a város önkormányzatának köszönhetően a dolgozói létszámot nem kellett csökkenteni, a karácsonyi időszakra meghirdetett programokra pedig nagy az érdeklődés. Vereséggel kezdte az évet a Hübnel Nyíregyháza Blue Sharks, akik cápák az NB1 A csoport 15. fordulójában a Debrecent fogadták, és a vendégek 96-75-ös győzelemmel távoztak a tiszavasvári úti csarnokból. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza pénteken a második helyezett Szolnok otthonában lép pályára. A tiszavasvári úti csarnokban teltház előtt fogadták a Debrecent, a két új játékost, a visszatérő litván Pipirászt és az előző héten igazolt amerikai Kópszot felvonultató cápák. Jól kezdték a meccset a hazaiak, de a 7. percben utolérte ellenfelét a Deac, sőt a negyed végén már 13 ponttal vezetett a Debrecen. A második 10 percben tovább növelték előnyüket a vendégek, a nagyszünetre 31-55-ös állásnál vonultak le a csapatok. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A harmadik negyedben ugyan volt egy jó periódusa a Nyíregyházának, de nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, így továbbra is várnia kell első hazai győzelmére Darko Radulovic csapatának. One game repeats after Sopron. Megismételtük a Sopron elleni teljesítményünket. Hiába készültünk arra, hogy mindenen javítunk, főleg a védekezésen, mindenben kudarcot vallottunk. Szomorú vagyok. Nagy energiával jött ide a Debrecen, mindenben jobb is volt, mint mi. Amíg úgy játszunk, mintha lányok lennénk, nem lesz esélyünk meccset nyerni. A mérkőzésen 10 pontot szerző Kass Balázs szerint is a védekezésükön kell javítani ahhoz, hogy mérkőzéseket tudjanak nyerni. Sajnos az első fél időben már úgymond eldőlt. Úgy gondolom, hogy amit megbeszéltünk védekezésbe, illetve sajnos támadásban is csak helyjel közel sikerült végrehajtani. Illetve egy ideig szerintem jól koncentráltunk védekezésben és támadásban is, de főleg szerintem a védekezésünkön kell javítani, hiszen nem is tudom, 25 vagy 7 pontot kaptunk az első negyedben, az nagyon sok. Igaz, meg szerintem talán a harmadik negyed lett egyenlő, de az is 25-25, szóval nem lehet ennyi pontot engedni negyedenként a csapatnak. A vendégek edzője annak örült, hogy valamennyi játékosa kivette részét a győzelem kiharcolásából. Boldog vagyok, hogy sokan elkísértek bennünket, és persze amiatt is, hogy a csapat jó munkát végzett. Igaz, hogy az elején akadt egy kis bizonytalanságunk, de aztán elkaptuk a ritmust, ez volt a kulcs. Igazi csapatmunkával alattunk győzelmet.
A nyíregyházi nevelésű Paják László három triplával járult hozzá csapat a győzelméhez. Kellően agresszívan jöttünk ki a pályára, tudtuk, hogy a Nyíregyháza 2-3 játékosra építi fel a játékát, őket próbáltuk hatástalanítani és minél kevesebb ponton tartani, illetve minél kevesebb, azt szeretük volna elérni, minél kevesebb labda jusson el hozzájuk. A hibáikat nagyon jól megbüntettük egy-egy gyorsindítással, szerencsére a dobóformánk is nagyon jó százalékkal sikerült a mai nap, és hát könnyű előnyre tudtunk szert tenni, amit aztán végig meg tudtunk tartani. A mai játékunkkal elégedett vagyok, a harmadik negyedben volt egyedül egy kisebb periódusunk, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de tudjuk, hogy 40 percig nem mindig tartható egy jó forma egy mérkőzésem. Igazából szerintem majdnem minden mutatóba sikerült ma felülmúlnunk az ellenfelünket, úgyhogy elégedett vagyok a csapattal, gratulálok a csapatomnak, és köszönöm a szurkolóknak, akik kilátogattak és búzítottak minket. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Albafehérvár 66-83, Zalaegerszeg Körment 109-77, Budapesti Honvéd atomerőműese 73-69, Kaposvár Szombathely 61-86, Sopron Szolnok 76-78 és Kecskemét Szeged 86-92. A tabella élén a Szombathely áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 13-2-es mutatóval rendelkező Szolnokot. Az egy győzelemmel és 13 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza pénteken Szolnokon lép pályára. Lapidaris követ helyeztek el Nyíregyházán Sitku Ernő emlékművén január 9-én hétfőn, az egykori 149-szeres válogatott kosárlabdázó születésnapján. A holló házi porcelánból készült kő és egy telefonos applikáció segítségével bárki megismerheti a 48 éves korában, 2020-ban elhunyt sportoló és sportvezető pályafutását. Január 9-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka borult esős időre lehet számítani, a hőmérséklet azonban enyhe lesz, 5-7 fok körül alakul. Kedden napközben marad az esős, borongós, nem szeretem időjárás. A hőmérséklet 4 és 7 fok között lesz. A hét további részében is a borult esős idő lesz jellemző vármegye szerte.